beszélgető partnerem Szilágyi Liliana, aki az elmúlt időszakban 2 atombombát, verbális atombombát is ledobott az országunkra. Szerény véleményem szerint még egyiken sem vagyunk túl, de a múltja, illetve az úszás abbahagyásának a témája helyett én most a jövőjéről kérdeztem. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen nagyszabású jövőbeli tervekkel rendelkezik a Lilu, akkor ebben az interjúban mindent elmesél, tartsatok velem! Szeretettel köszöntelek a csatornán, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát nagyon zajlott mostanság körülötted az élet, és mondhatjuk, hogy 2 verbális atombombát is ledobtál az országra, ugye? A DTK-s interjúval, illetve nemrég bejelentetted, hogy abba hagyod az úszást. Hogyan érintettek ezek a bejelentések, vagy a bejelentésig vezető út? Mert ugye azért az életed felfordult fenekestől. Elsődlegesen nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretném elmondani, hogy csak is azért fogadtam ezt most el, mert úgy gondolom, hogy a veled való közös gondolkodás, meg a közös tervezgetés az most itt egy ilyen napvilágot is láthat a külvilág számára is. És hát alapvetően a kérdésedre válaszolva, igen, tehát hogy ezt tisztában vagyok vele, hogy ezek a témák, amiket én most az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban pedzegettem, azok nem egyszerűek. Viszont mindezek okán, hogy nem egyszerűek, és hogy nagyon-nagyon a társadalmunk is nem befogadó ezekkel kapcsolatban, úgy gondoltam, és úgy is terveztem, hogy én szeretném azt, hogy az emberek edukálódjanak ezáltal, hogy ismerjék fel, hogy egy ilyen téma, ugye a bántalmazásra kapcsolatos téma, az igenis történik, és van. És ugye ne az áldozathibáztatás legyen az első reakció, meg a meghazudtalás, hanem az, hogy hogyan tudunk segíteni társadalmi szinten is, hogy ez jobb legyen. A másik része ennek a kérdésnek meg, hogy hát abba hagytam az úszást. Nekem ez egy nagyon régen érett gondolat volt, és mindig is féltem ezt még önmagam előtt is felvállalni. Nagyon sok minden ugye összekötött az úszással, tehát hogy a múltbeli dolgok, az évek, a sikerek, a minden így igazából e körül forgott egész életemben, és mégis hiányzott valami. És ez a valami a szívem volt. Az, hogy szívből csináljam. És én egy olyan fajta ember vagyok, aki igazából csak így tud rendesen működni. És most elhatároztam, és igazából ilyen vicces, ilyen visszaforgatott módon a saját megszólalásom, még így a decemberi megszólalásom adott nekem erőt arra, hogy önmagam előtt is felvállaljak dolgokat, és kimondjak. És ezáltal egy önazonos, hiteles valaki tudok lenni. Nem csak önmagamnak, hanem a külvilágnak is. Tehát ahogy lement a Détót Krisztál elviszlek magammal című decemberi adása, ez valahogy segített annak az irányában, hogy te ezt magadnak is ki tud mondani, hogy az úszás korszaka lezárult. Igen, és egy nagyon furcsa módon, mert hogy én így nagyon sokat dolgoztam az elmúlt 6 évben, amióta eljöttem az apám hatása alól, fizikálisan, meg mindenhogyan. És hát így én olyan fajta vagyok, aki addig nem nyugszik, ameddig mondjuk egy belső valamilyen nem rendben lévő dolgot meg nem talál, egy kérdőjelet meg nem találja rá a választ. És nekem ez évek óta, tehát még az apámmal is volt egy ilyen időszak, hogy én nem feltétlenül tudtam azonosulni az úszónő szereppel. Tehát, hogy nekem csak így rám aggatták, de hogy engem nem feltétlenül érdekel, de a külvilágnak meg akartam felelni. Na és itt jön az, hogy ugye a társadalom hogyan elvárja bizonyos emberektől, bizonyos személyektől, nem is bizonyos, mindenkitől mindenki elvárja azt, hogy legyen a megszokott dobozban, ott működjön. Miközben amúgy, hogyha az emberek nem félnének felvállalni önmagukat, és ezt mondjuk a társadalom is nyitottan fogadná, a környezet is, a
közösségünk is nyitottan fogadná, akkor lehet, hogy egy megértő és őszinte társadalmat tudnánk létrehozni. A hozzád legközelebb állók egyébként, amikor te ezt megfogalmaztad magadban is, megszületett, ugye, hogy akkor te ezzel kiállsz a nagy nyilvánosság elé, és 10 millió embernek elmondod bátran, hogy egy korszak lezárult. Igen, hozzád legközelebb állók mit szóltak? Tehát, hogy így nem volt egy ilyen sokkos állapot, hogy még nem vagyunk túl az első bejelentésen, ami egy nagyon komoly téma, de benned már jött egy újabb felismerés, ami megint megváltoztat mindent. Ugye én egyébként januártól kezdve mentem vissza a medencébe, tehát azzal együtt, hogy volt a bejelentés, én utána elkezdtem újra úszni, úgyhogy másfél évet kihagytam. És hát a közvetlen környezetem, akik tényleg a barátaim, ismerőseim is tudják, hogy hogyan működöm, igazából csodálkoztak is, hogy de miért mész vissza, hiszen igazából tudták jól, hogy hogyan vagyok egy ilyen dilemmában folyamatosan az úszással, és így többen kérdezték is, hogy de hogy így nem gondolod, hogy ez már így igazából nem a te helyed? És mondtam nekik, hogy figyeljetek, hogy amikor én másfél évvel ezelőtt elhatároztam, hogy pihenek, mert akkor még nem mondtam ki, hogy abba hagyom, hanem csak mondtam, hogy pihenek, szükségem volt rá, akkor én nem zártam le magamban. Tehát, hogy van bennem egy kérdés, hogy na de milyen lenne még visszamenni egy felfrissült lelkiállapottal, egy magabiztosabb mentalitással. És hát, mint mondtam, hogy én addig megyek, ameddig a kérdésre nem kapok választ, ezért muszáj volt újra visszamennem az edzésekbe, a rendszerbe, ennek az egésznek a légkörébe, és hála Istennek február végén volt egy versenyünk, egy ilyen házi verseny, és én ott nagyjából több mint másfél év után álltam a rajtkő mögé. És képzeld el, hogy nagyon érdekes volt, hogy ahogy ott álltam, és megvoltak a rutinbeli végiggondolók, mit fog csinálni, hogyan fogom csinálni a vízben, hogyan úszom le, de semmit nem éreztem. Tehát, hogy álltam ott, és olyan volt, mintha nem tudom, fagyit kérnék a sarki fagyizóból. Semmit nem mozgatott meg bennem. Eltűnt az a tűz, az a motiváció, és itt végig gondoltam azt, hogy igazából nekem mi volt így a motivációm. És hát egész életemben az volt a célja az úszásomnak, hogy első körben az apámnak megfeleljek, mert ugye ő tett ebbe a sportágba bele, és ő nyomta nálam ezt az egészet, másrésztről pedig a külvilágnak is megfeleljek, akik folyamatosan mondták, hogy na de hát olyan tehetséges, na de hát annyi lehetősége van. És az ember maga is elhiszi, amikor már hallja ezt a rengeteg visszacsatolás, hogy megerősítést, hát akkor csinálja. Igen, hogy jó, hát biztos ezt kell csinálni. De nem, tehát hogy ez nekem a motivációm az volt, hogy megfeleljek másoknak. Tehát nem ösztönből, nem szívből jött az, hogy én beugrom, és önmagamért teljesítek. És nem bírom kihagyni a kérdést, nem féltél így a két bejelentés előtt? Tehát oké, hogy benned megszületik, és sziklaszilárdan, és így eldöntöd, de amikor így kiállsz így egy országvilág elé, és azt mondod, hogy ez vagyok én, és az úszást abba hagytam, nem féltél előtte, hogy... Dehogy nem. Persze. Hát alapvetően az ember azért, mivel hogy társas lény, azért van egy tartás így a másik ember társai felé, és főleg Magyarországon ez a mindenhez mindenkiért, mindenki kritizál mindent, mindenki jobban tudja a másik embernél, hogy ő mit érez, meg hogyan kéne csinálnia. Ez azért egy elég nagy kultúrában van most, tehát hogy virágzik még, meg a kommentáradatok, meg minden. De így úgy vagyok ezzel az egésszel, hogyha hitelesen akarom képviselni azt, aki vagyok, és mondjuk tényleg egy olyan segítő, egy olyan példaértékű ember akarok lenni, akit én elképzeltem magamból, akkor lehet, hogy nem egy ország fog imádni, hanem mondjuk 10 ember, vagy egy ember, de legalább azért kedvel, azért tud hozzám kapcsolódni, mert én vagyok. És ez most így olyan pont eszembe is jutott, a Kurt Cobain mondta, hogy inkább legyek gyűlölve azért, aki vagyok, mint szeretve azért, aki nem. Igen. És ez zseniális. Mennyire egy mondatban benne van minden. Igen.
És az eltűnésednek, mert ugye az december végén jött ki az interjú, utána azért te úgy hosszú hetekre eltűntél a médiából. Tehát nem nyilatkoztál, nem lehetett hallani rólad semmit, csak volt a bejelentés, ugye a verbális atombomba. Az tudatos volt, hogy ott eltűntél? Persze, igen. Ismerve már így volt tapasztalatom a médiával kapcsolatban, és főleg az, hogy tudtam, hogy ez a téma azért nagyot fog robbanni, tehát hogy a személyem miatt is, a családi dolgok miatt is, meg amúgy a téma miatt is. Ezért én előre elterveztem, hogy egyrészt a telefonomat, azt nem az én telefonszámom volt megadva, hanem át volt irányítva a kedves baráthoz, aki nagyon jól lekezelte ezeket a dolgokat. És hát direkt azért is nem reagáltam semmire, mert azt gondoltam, hogy az embereknek is kell időt hagyni arra, hogy mindenki rendezze magában ezt, hogy feldolgozza. És én ezért is azt éreztem, hogy mivel hogy a társadalomhoz szólok, ezért a társadalommal együtt kell időben és ritmusban mozogjak. Tehát lehet, hogy én már mondjuk előrébb tartok valamiben, de hogyha én segíteni akarok, akkor meg kell várnom azokat, akiknek szüksége van a segítségre, és úgy adni az információkat. És erre kifejezetten figyeltem, és figyeltünk így a csapattal, hogy nagyon úgy reagáljunk csak, és úgy legyen megjelenés, hogy nem elaprózom ezt a történetet, és valami nagy felhajtást csinálok belőle, aminek nem lesz. Igen, mert hogy lehetne ezt is csinálni, tehát hogy mindenhol megjelenhettem volna, és pontosan elértéktelenedik az a történet, amire én ki akarom élezni ezt, hogy segítsünk egymásnak, és hogy a bántalmazást, magát mint tényt fogadjuk el. És ez idő kell, úgyhogy igen, ez egy tervezett dolog volt, és azt érzem, hogy egyébként jól is sikerült, tehát hogy jól lett minden időzítve. Igen, az meglepő volt egyébként, amikor, ugye mi még akkor nem ismertük egymást ugye az interjú környékén, hogy nem volt hakni a médiába. Tehát azt gondolná az ember, tehát nyilván nem volna következtetést valakiről ismeretlenül, de hozzá vagyunk szokva, hogy a média akkor, ha mondjuk felkap egy esetet, egy interjút, egy történést, akkor ezt nagyon-nagyon hosszú hetekig tolja, és az jön az arcodba, akár akarod, akár nem is nálad. Ez nem így volt, és ez egy ilyen rögtön meglepő volt, hogy wow, volt egy ilyen bejelentés, majd teljes csend, és nem láttalak a tévébe, az Instagramon, a további felületeken. Még az úszással kapcsolatban egy kérdés, aztán ugye a jövődről fogunk beszélgetni, mert azért itt nagyon sok izgalom, meg készülődés, meg terv van, és a múltadról már ugye beszéltél eleget meg a döntésekről, tehát nem erre akarom kihegyezni. De egy átlagember számára, ugye ez, tehát aki nem úszik, vagy nem úgy sportol, mint ahogy te 8 éves korod óta, ugye azt mondtad, hogy 8 éves korod óta gyakorlatilag versenyszerűen is készültél, és edzésterv. Nem érezted úgy, hogy elvett valamit az úszás tőled? Vagy tehát ti úgymond sportolók, tehát hogy nem éreztétek azt, hogy az nem egy normális élet, amit ti éltek? Mivel egész életemben egy rendszerben működtem, tehát engem nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve nagyon szoros időbeosztással neveltek. Tehát, hogy nekem, ha nem is az úszás, akkor volt külön óra, balett, angol. Tehát, hogy ilyen nagyon tik-tik-tik. Igen, katonásom volt ez a történet. És hát nagyon sokáig így mondjuk éreztem, ugye, hogy mondjuk szívesebben csinálnék ezt vagy azt, de nem tudtam, hogy mi lenne az a más. Mi lenne az a, amit mondjuk szívesebben csinálnék. Úgyhogy mentem így a történettel együtt, és hát visszagondolom most már, hogy ugye látom a nagy képet így kívülről. Mondhatnám akár, hogy igen, elvett tőlem az úszás, meg hogy igen, különben is nem is én választottam, meg hogy hát egy jó pár évig azért így magamnak is hazudtam ezzel az egésszel kapcsolatban, de hogy vagyok már olyan szinten így az önismerettel is, meg magával, az életemmel, hogy minden okkal történik. Tehát nagyon nem jó szájízzel tudnám azt mondani, hogy ja, hát igen, elvett tőlem az úszás.
lehet elvet, de egyébként én döntöttem azt, hogy mondjuk maradok, és mondjuk nem azt mondom, hogy lázadok, és bármi, tehát hogy azért én is mentem ezzel, és fel kell vállalnom magam előtt is azt, hogy ez az én döntésem is volt. Lehet, hogy az eredeti gyökere nem az enyém volt, de az, hogy folytatom és csinálom, az az én döntésem. Tehát, hogy nem akarom szembeköpni magamat. És rengeteget, egyébként rengeteget tanított a sport. Tehát nagyon-nagyon sokat megismertem a világból, ugye a versenyek által, van egy nemzetközi kapcsolatszintem, sok embereket, tehát, hogy bárhonnan, Amerikától kezdve, Norvégián, mindenhonnan tudok legalább egy vagy két embert felhívni, hogy figyelj, ez és ez van, nem tudom, gondolkozunk együtt, segítsünk egymásnak, vagy bármi. És hát rengeteget adott olyan szempontból, hogy most szimplán és egyenes gerincsel tudom azt mondani, hogy köszönöm szépen, egy hatalmas lehetőség volt, hogy képviseltem ugye az országot, meg képviselhettem magamat is ebben a történetben. Köszönöm szépen, de ennyi volt. És milyen lesz a jövő? Mert most egy hosszú korszaknak vége. Hát sok szempontból. Ez egy nagyon komoly, lezárásokkal teli időszak volt, és biztos vagyok benne, hogy még fognak jönni fel dolgok, meg van egy ilyen gyászidőszak is, ugye minden abbahagyás után, és én ezt szeretném magamnak most meghagyni, ezt a búcsút, ezt, hogy feldolgozom, hogy ez voltam, és most egy új ember leszek, új lehetőségeim vannak. És hát nagyon izgatott vagyok, hogy mit hoz a jövő, és azért most már úgy tervezgetek elég sok mindent, meg mindig is igazából volt nekem egy ABCD Z tervem, tehát hogy nem vagyok ilyen szempontból egy elveszett valaki. Ugye hát sorjában az első dolog, ami így fontos, hogy nem sokára jógaoktató leszek, amit azért vagyok nagyon büszke rá, mert egy olyan közeget találtam meg, egy olyan energiát és gyógyulási folyamatot találtam meg a jógában, amit nagyon hitelesen és nagyon szívből fogok tudni majd a többi embernek is átadni. Nyilván, tehát hogy a maximalizmuson mondjuk még egy jó pár hónapot még gyakoroltatni fog így egyedül, meg szanszkritül kell számolni, meg ilyenek, tehát hogy ott azért még egy jó ideig nem lesz konkrétan mondjuk jóga oktatói órán, meg ilyenek, de hogy azért szépen lassan elkezdem majd, hogyha meg lesz a papírom. És ennek külön örülök, mert igen, tehát hogy ez nagyon sokat tud adni az embereknek. De így akkor összeírtad, vagy van egy ilyen kis, hogy képzeljük ezt el, egy ilyen titkos listát, hogy akkor felmegy? Nagyjából, tehát hogy itt van a mostani füzetem, ezt nemrég kezdtem. Ebben az évben már, hát ez a harmadik ilyen füzetem. Egyrészt nagyon grafomán ember vagyok, tehát hogy minden gondolatomat én leszoktam írni, amikor jönnek azok a gondolatok. Akár hogyha a legbanálisabb, legsemmit mondóbb gondolat, akkor is az így tud adni, meg még az írás egy ilyen elég komoly terápia. És erre rátérve egyébként így az írásra, hogy elkezdtem az első könyvemet is írni. Wow, tehát igen. Akkor az is már a igen. Csőben van és tervben igen. Van. Igen. Annak mi lesz a téma, ha lehet tudni? Tehát akkor az életem. Az életem. Leírom, tehát hogy tudom jól, hogy nagyon sok kérdőjel van ezzel a témával kapcsolatban, és azért is mindig is akartam egy könyvet erről, de most már, hogy az emberek nem idegenek ettől az egész történettől, le tudom írni az egészet úgy, ahogy volt. És akkor mindenki szépen megkaphatja egyben. A te oldaladról és a te nézőpontodból. Igen. Ezt azért ne úgy képzeljük el, hogy majd én ilyen hadjáratot indítok mindenki ellen, aki bármikor is bántott, hanem egy nagyon racionálisan és inkább az érzékenyítésre fókuszálva, hogy aki olvassa, az ne féljen attól, hogy Jézusom, most ez a történet durva, vagy hogy ő ezt nem tudja feldolgozni, hanem úgy akarom megírni, hogy az érzékenyítésre legyen kiélezve, hogy olvasható legyen, feldolgozható legyen, de azért
fogja fel az illető, aki a kezébe veszi a könyvet, hogy oké, akkor ez most tényleg egy olyan dolog, amire egy kicsit jobban kell figyelni. Ez nem botránykönyv készül, akkor nehogy az jöjjön le, miután az interjú kikerül, és akkor különféle média címlap, hogy akkor a lirugot nem. Nem is tudnék szerintem olyat írni. De az embereknél egyébként, mert többször említetted már ezt az érzékenyítés témát, és ugye nyilván teljesen más szempontból nézik azok ezt, illetve hallgatják ezeket a történeteket, akik nem élték át, hogy azt gondolná az ember, hogy egy ilyen témánál az embereknek azonnal bekapcsol az együttérzés és a megértés gombja, de hogy én azt veszem ki a szavaidból amúgy, hogy ez nem így van. Igen, és ez érdekes, mert hogy én is gyerekkoromban még, most már nem, mert volt már annyi tapasztalatom, hogy tudtam, hogy nem az lesz az első reakció, hogy jaj, Jézusom, mindenki oda meg vissza lesz, és megértő lesz, és kedves lesz, és jobban fog figyelni önmagára is, meg a környezetére, hanem tudtam jól, hogy az első reakció az lesz, hogy nem igaz, amit mondok. Mert az a helyzet, hogy amiket én így utána néztem, meg így a pszichológusokkal is, pszichológusommal terápiákban, átbeszéltük ezt az egészet. Az a lényege a bántalmazásnak és az ilyen történeteknek, hogy az emberek, akik nem éltek át ilyeneket, azok elidegenítik magukat tőle. Tehát, hogy annyira felfoghatatlan, mondjuk, ha valakinek azt mondod, aki nem hajlik az empátiára jobban, hanem inkább így tolja el magától, hogy egy gyereket megvertek, micsoda? Nem, ilyen biztos, hogy nincsen a társadalmunkban. Mi nekünk egy biztonságos közösségünk van. Nekem, hogyha mondjuk gyerekem van, akkor nem érheti őt sehol bántalom. És ebben a tudatban akarnak ők élni. És én ezt teljes mértékben megértem. Tehát, hogy én nekem az a célom, hogy azokat az embereket is tudjam edukálni valahogyan, akik meghazudtolják ezt a történetet, akik nem hiszik el, hogy ők is értsék meg, hogy én nem támadni akarom az ő biztonságérzetüket, meg az ő megszokott kis életüket. Nem akarom felrúgni ezt, hanem azt akarom, hogy egy picit gondoljanak bele abba, hogy esetleg egy másik szemszögből, egy másik oldalról valaki ilyet nem talál ki csak úgy, hanem ennek oka van. Ez egy kicsit az ajtót szeretnéd akkor kinyitni, hogy vannak olyan otthonok ebben az országban, ahol olyan dolgok folynak. És nagyon durván sok. Tehát, hogy én az elmúlt, ugye most a 4,5 hónapban olyan sok üzenetet kaptam történetekkel, amik 100-szor rosszabbak, mint az én történetem. Tehát, hogy szörnyű dolgok történnek. És nekem ez nagy motiváció, erőt ad az ilyen történetek. Minél többet olvasok, nyilván nagyon megszokott néha terhelni, főleg, hogyha mondjuk egy nap így többször futok bele egy ilyenbe, de alapvetően nagyon motivál, hogy azoknak az embereknek, akik írnak nekem, nincs lehetőségük. Nem tudják, hogy mi a kiút, és nekem az a célom, hogy valahogy megpróbáljam nekik megmutatni, hogy mi a következő lépés, és a következő lépés, ahol már egy biztonságban vannak tényleg, tehát hogy fizikális vagy lelki biztonságban vannak. És akkor erre ugye egy eszköz lesz, igazából én a jogát is ide sorolnám, hiszen ott is emberekkel fogsz kapcsolódni, és ott is lehet olyanokkal fog összesodorni az élet, vagy olyan tanítványokkal is, akik ugye átélték, vagy voltak bántalmazott helyzetben. De ugye lesz a könyv akkor gyakorlatilag, amiben már egy picit fogod nyitogatni azt az ajtót. Lesz még valami, te tervezel még így a jövőre? Mert amennyire ismert téged valaki, vagy ha már megismer, és egy picit úgy belelát a mindennapjaidba, a gondolataidba, azért sejti, hogy itt nem állunk meg. Tehát, hogy neked ez így nem, de ez elég kevés lesz, hogy oké, hogy jogaoktató, oké, hogy könyv, de lesz még valami? Te tervezel még a segítői szerepedbe mást betölteni, más szerepet? Igen, hát hogyha nagyon-nagyon így egy picit viccesre venném, akkor világuralmat akarok, ahol megszüntetem a bántalmazást valahogyan egy világuralommal, de komolyra fordítva a szót, igen, tehát hogy vannak tervben most, úgy tűnik, hogy így az elmúlt időszakban a szerencsés csillagok állásából, meg így az emberek
nyitottságából adódólag is, mert nagyon sokan egyébként, meglepően sokan nyitottak egyébként erre. És úgy tűnik, hogy alakulgat valami, egy olyan egyesület vagy alapítvány, hogy bármilyen szervezet formájában gondolkozunk jó pár emberrel, hogy ezt összefogni, és akár több alapítvánnyal, több szervezettel egy országos szinten lévő segítő hálózatot tudjunk létrehozni. Tehát akkor tervezel egy saját alapítványt, egyesületet, szervezetet, nevezzük bárhogy. Igen, igen. De, aminek igen. Te leszel a vezetője, és a megfelelő szakmai emberekkel, tehát jól értem, hogy nyilván nem te fogsz egyedül mindenkinek, hiszen nem. Óriási számú a bántalmazottak igen. Száma egyébként, csak nyilván erről nem nincs hallunk. Szó. Tehát, igen. Hogy egy kicsit utána olvas az ember, én az interjúd után, meg egyébként céges együttműködések miatt, ugye mondtam neked, hogy benne vagyok, és nagyon sokat olvastam, edukálódtam. Iszonyat az a szám, amivel érintettek vagyunk, csak nem hallunk róla, mert hát ezt nem mutatják. Nem ez meg. Megy. Igen. És ennek egyébként így idén lesz megvalósulása, vagy hogy látod? Tehát, hogy félre van még téve picit ez a terv, vagy már idén elkezdődhet? Hát én olyan, úgy működöm így a bárminek a létrehozásában, hogy én nagyon szeretek struktúrában gondolkozni. És én csak akkor szoktam ezt mondjuk így a külvilágnak reprezentálni, hogyha már biztos vagyok a dolgomban. Tehát, hogy már nincs hiba lehetőség, nincsen az, hogy nagyobb akikat követhetek, vagy követhetünk el. Tehát én most ezt ugye mondjuk egy 2,5 hónapja csinálom már, tehát kapcsolódom emberekhez, beszélgetünk nagyon sokat, alapozunk, ismerkedünk, mert van, akit egyébként ugye, mondjuk téged is egy mennyi ideje ismerlek? 2 hónapja nagyjából. De hogy azonnal meg volt a klik, hogy oké, van egy közös pont, és hogy tudunk együtt fejlődni, és hogy most jó pár ember van így, de egyrészt meg kell szűrni ezt, tehát hogy az is fontos, hogy én ebbe az egész közösség, meg egyesület, vagy tényleg nevezzük bárminek, mert még nem tudom, hogy mi lesz, olyan embereket akarok, akik hitelesen tudják képviselni ezt az ügyet. Tehát, hogy nem akarom azt, hogy oké, ez jól hangzik már, hogy itt van ez, és akkor majd én fancy leszek, és akkor nem tudom, posztolok, hogy én ebbe benne vagyok. Nem. Tehát, hogy ebbe a témában csak és kizárólag hiteles embereket akarok. És hát ez nem könnyű, tehát hogy ez munka még, és nem tudom, hogy mikor lesz ennek napvilágra való megnyilvánulása, de igyekszem, tehát hogy dolgozom folyamatosan, és egyébként meg folyamatos kontaktban vagyok egy több alapítvánnyal is, tehát hogy nézzük ezeket is. Azt hinné az ember, hogy ilyen történések mellett, meg ugye ennyi, mert tehát nyilván érthető okokból, de nagyon sok időt töltesz az önfejlesztéssel, az elmélyüléssel, önmagad megismerésével, de azt hinné az ember, hogy bőven elég ezzel foglalkozni, hogy ezeket feldolgozd, végigcsináld, de te közben már a jövődön dolgozol, tehát hogy már vannak ugye olyan kész tervek, amiken elkezdtél dolgozni. Hogy bírod energiával? Tehát hogy megy ez ennyire gyorsan neked? Hát itt jön be az, hogy ha az ember szívből csinál valamit, akkor nincs olyan, hogy bírod, hanem az van, hogy csinálod, és hiszel benne. És milyen a Lilu? Mert ugye ez, azt azért kérdezem, tudom, hogy egy elsőre furcsa lehet, de te nem engedtél a magánéletedbe, vagy így a mindennapjaidba olyan mély betekintést, mint mondjuk az influencerek vagy a közismert emberek nagy többsége. Tehát, hogy téged azért a medencéből ismerhettünk, mondhatjuk azt eddig, nem voltál. Interjú. Interjúból is igen, de hogy tudod, az is inkább a sporthoz volt köthető, vagy úgy mindig a Lilu az egy ilyen nagyon komoly lány volt, aki sportolt, edzéstervet követett, tehát hogy megvolt az életednek a ritmusa. De te milyen vagy valójában? Tehát, hogy képzeljenek el az emberek a mindennapokban? Hát lehet el fogom keseríteni néhány néződet, de hogy én a magánéletemről nem nagyon szeretek. Tehát, hogy az, aki mondjuk tényleg vagyok, és amit mondjuk minden nap csinálok, az az enyém, az nem tartozik senkire. Akivel meg akarom osztani, azzal megosztom, de én nem vagyok egy ilyen nagyon kifele élő valaki. Én nagyon szeretek egyedül lenni, nagyon szeretek
elvonulni, nagyon szeretek kis közösségekben működni a barátaimmal. Tehát, hogy én azért nem leszek az a fajta így a jövőben sem, hogy mondjuk akár a párkapcsolatomról szétposztolom mondjuk az oldalaimat, vagy a jövőben egyébként, ezt már beszéltük a Zsomborral is, hogyha lesz gyerekünk, akkor nem lesz a közösségi oldalakon megjelenítve. Mert azt gondolom, hogy vannak az életünknek, mindenkinek olyan részei, amik annyira intimek, hogyha kitárulkozol velük, akkor visszacsap, és elveszted azt, amiből mondjuk tudsz töltekezni, tehát az otthonodból, a barátaidból, a párkapcsolatodból. És én ezekre nagyon vigyázok, hogy amit én mutatok, az mindig csak annyi legyen, amit én hitelesen és őszintén tudok mutatni. És van valamiféle célja. Tehát, hogy csak azért, hogy legyek és megjelenjek, azért nekem nagyon nehéz. És ezért is egyébként nekem szokott probléma is lenni ez a közösségi médiában való megjelenés, hogy ugye csinálni képeket, csinálni posztokat, mert hogy az embereknek ugye kell az, hogy fogyasztható termék legyen az illető, egy ugye személyiség. És hát most igazából alakul ki az, hogy mi lesz az a kommunikációs forma, amivel én önazonosan tudok annyit adni, amennyit így azt gondolom, hogy akik érdeklődnek az én történetem iránt, akik akarnak segítséget kapni, vagy csak nem tudom, jó érzést akarnak, akkor az meglegyen. És hát én azt látom most, hogy ugye a Zsombor, a vőlegényem fotós. És mind a ketten elég művészi beállítottságúak vagyunk, és így is szeretném például a megjelenéseimet a képi világukban, hogy egy picit elvont, egy picit művészi, ami nekem a legönazonosabb. Tehát nekem sosem volt kényelmes az, hogy vigyarogjak a képbe, és hogy jaj, happy Monday everyone! Hanem egy picit mindig így szerettem volna titokzatosabb, művésziesebb oldalamat megmutatni, és most úgy tűnik, hogy elindult ennek a folyamatnak a megnyilvánulása. Jó sokat használom a megnyilvánulás szót. Ez az interjúnak a kedvenc szava, úgy látszik. Igen. Nem baj, nekem is vannak emberrögződések. De nem félsz attól, hogy az te hozzáállásod, ami egyébként, mint marketinges hozzáteszem, a jó hozzáállás szerintem, tehát a fogyasztható, mert ugye a mai média és influencer világban már a lónak a túloldalán vagyunk, és az nem a pozitív oldala. Nem félsz attól, hogy ezzel a fajta tudatos hozzáállással te kevesebb céges együttműködésben fogsz tudni részt venni, mint mondjuk más közismert emberek? Hát én azért nem feltétlenül, tehát nekem nem az a célom, hogy a közösségi médiás megjelenéseimből éljek meg. Ha lesz bármilyen megkeresésem, és ugye ebben te fogsz majd segíteni, akkor azt úgy fogom fontolóra venni, és úgy fogjuk mi is átbeszélni, hogy csak és kizárólag olyan dolgokat vállalok el, ha elvállalom, amik önazonosak, és beleillenek abba, amit én hitelesen tudok képviselni. És tudom azt mondani rá, hogy igen, ez tényleg egy jó dolog, vagy ez tényleg egy szép dolog. Tehát ilyen dolgok nem fognak nagyon megjelenni, hogy tehát én nem is akarok sok reklámot, hogyha a jövőben lesz ilyen. Uh-huh. Én egy-két márkát akarok, amikkel tényleg úgy tudunk mondjuk együttműködni, hogy együtt működünk, tehát nem csak az van, hogy elküldik a pénzt vagy a terméket, és akkor csináljak vele valamit, hanem hogy inspirálódunk, és együtt működünk, és együtt gondolkozunk, akár, tehát vice versa. Tehát teljes partnerségben tudtok. Igen. És ezek milyen területek? Tehát mi az, ami téged a legjobban érdekel? Mert ugye most a sport azon a szinten az háttérbe fog. Nyilván az egészséges életmód, a jóga miatt, akkor ez marad az életedben, igen, csak már nem versenyszerűen. Igen. De mik azok a területek, amiket te azt mondod, hogy mik azok a termékek, ha most arra gondol az ember, hogy fú, én nem mögé adnám a nevem, az arcom, akkor mik lennének azok? Ha mondjuk így nagyon elvadulsz, és akár ilyen legvadabb álmaidat is előzheted. Legvadabb álmaid? A legvadabb álmaid, igen, tényleg. Tehát, hogy... Ha.
Hát az valami, nem tudom, valami Chanel együttműködés, vagy valami ilyesmi lenne. Tényleg? Tehát, hogy én nagyon egyébként, hogyha nem ezzel a múlttal rendelkezem, akkor alapvetően nekem a divat, a művészet, meg így az ilyen extra önkifejezés, egy picit polgárpukkasztás, ugye az alapvető személyiségem. A polgárpukkasztást azt így próbálom egy ilyen kicsit ilyen arisztokratikus módon megoldani, tehát hogy ott mindig valamit úgy picit beleszúrok, ugye a képeim is nyilván támadhatóak bizonyos szempontból már, hogy mondjuk kevesebb ruha van rajtam, de hogy sokkal visszafogottabban csinálom ezt, mint mondjuk a legtöbb ruhában is, akár fotózkodó influencer, akik a mellüket, seggüket adják el konkrétan. Tehát, hogy én nekem amúgy nincs is cicim, tehát, hogy itt már megbukott a történet, hogy a mellemet mutogassam, de egyébként sem szeretem a direktbe való dolgokat. Viszont az emberi test egy rendkívül önkifejező dolog, és hogyha az emberi testet mondjuk önazonosan felöltözteted, akkor egy ilyen csodálatos harmónia tud kialakulni. Tehát ezek a divat dolgok engem nagyon érdekelnek, és volt egy svájci barátom még évekkel ezelőtt, aki így váltig állított, hogy én biztos, hogy divattervező leszek. Tehát, hogy én nem lehetek más, én divattervező leszek. Mondom, hogy így érdekel a dolog, de hogy így az a baj, hogy komolyabb dolgokban szeretnék segíteni, mert most érted, még egy divattervező nem feltétlenül kell így a világnak. De egyébként érdekelne a szakma, vagy ugye? Abszolút, abszolút. Tehát azért mondom, hogy így nekem a kreativitásom, meg ez az erős művészi oldalam, ez azért mindig is működött, csak ezt nem látták az emberek. Mi a helyzet mondjuk a sebességgel, vagy a motorozás, vagy bármilyen év? Hát amit még el tudnék képzelni, az vagy egy sportkocsi, vagy hát igen, most, hogy abba hagytam az úszást, lehetséges, hogy elkezdek motoron tanulni. Még nem biztos, mert az a helyzet, hogy ismerve magamat, és hogyha megtanulok motorozni, akkor nagyjából a második kanyarban képes vagyok egy halálos esésre, úgyhogy igen, a kocsiból annyi szempontból jobb, hogy ugye kicsit védve van, de én szeretem a sebességet, szeretem az extra dolgokat, és... Hát meg az adrenalin, nem? Tehát, hogy amit azért a versenyzés adott, azért az ott egy kőkemény adrenalin, nem? Tehát, hogy az ember, illetve nem is az én tézisem, de hogy aki mondjuk versenyzik gyerekkora óta, és ez tényleg a vérében van, mert mondhatod, hogy a véredben van, az nem tud úgy leélni utána egy életet, ha abba hagyja, hogy ő nem éli ki valahol azt az adrenalin áradatot. Nem, és nem is fogok. Tehát, hogy nekem már megvannak azok a pontok, ahol én ezteket az adrenalinokat, adrenalin tölteteket, amik így esetlegesen, ugye hát ez hullámzik, tehát hogy tudom jól, hogy a versenysportot abba hagyom, nekem lesznek elvonási tüneteim, és ezeket már így viszonylag így fel tudom ismerni, mert már voltak, és nyilván szerintem erősödni is fognak, de tudom jól azokat a pontokat, amik segíteni fognak ezeken áthidalni. Tehát mondjuk például amúgy szeretnék siklóernyőzni és meg ejtőernyőzni, meg ilyen kicsit vadabb dolgokat kipróbálni, amiket azért nem próbáltam mondjuk eddig, mert ugye féltem, hogy esetleg balesetem lesz, és akkor nem tudok teljesíteni. De most jelenleg nyilván normális között azért szeretném ezeket. És egyébként a mert gyakorlatilag ugye akkor a jóga oktatás lesz a te fő egyik irányvonalat, ugye a jóga marad. Igen, de igazából úgy vagyok vele, hogy amúgy rengeteg minden érdekel, és én mondjuk jövő januártól, vagy akár már idén szeptembertől szeretnék elkezdeni egyébként tanulni is. Aha. Tehát, hogy még nem tudom pontosan, hogy ugye időben hogyan fogom ezeket elhelyezni, de hogy így hosszú távon, mondjuk egy 5-10 év múlva tudom, hogy mik viszonylag azok a fő pontok, amikkel én foglalkozni akarok. Úgyhogy ez egyébként egy külföldi egyetem, ami érdekel. Londonban van egy természetgyógyász egyetem, és nagyon-nagyon szeretném elvégezni, mert ugyanúgy, ahogyan ilyen megpróbálok organikus maradni, így a személyiségemben is, ugyanígy a gyógyítás, és mondjuk például tényleg egy testi tünetnek a
a segítése is egy nagyon, nagyon jó dolog, hogyha a természethez fordulnak az emberek. De akkor rád ne használjuk, tehát hogy a segít, mert én ezt kicsit így ketté bontom, hogy de lesz az úgymond segítő lilu, tehát amit mondasz, igen, hogy egyetem, ugye a jóga, itt lesz a könyv, amivel szintén az érzékenyítés a témád, ott lesz majd egy szervezet alapítvány, teljesen mindegy, hogy nevezzük, de ott is segíteni fogsz, és mondjuk lesz a másik oldala, ami, amiben mondjuk adott esetben együttműködések, céges dolgok, stb. Rád lehet használni majd az influencer szót, vagy ez így a hátadon feláll a szőr, és ezt inkább ne? Maga a szó egyébként, ugye, hogyha lefordítjuk angolul, akkor az egy tök jó jelentés. Tehát influencer, influencing, befolyást gyakorolni. Tehát ilyen szempontból igen, szeretnék befolyást gyakorolni a társadalmunkra, a követőimre. De ugye hát Magyarországon az influencer szó az így egy picit így kiforgatta önmagát, és viszont olyan szempontból én nem akarok az lenni. Tehát én inkább akkor azt mondom, hogy hát nem is tudom, hogy Magyarországon milyen kategóriába tudnám belesorolni magam el. Szerintem nincs ilyen kategória. Talán a márka nagykövet, nem? Tehát, hogy hát valami arról beszélgetünk, igen, ugye, igen, hogy az a tényleg klasszik értelemben vett márka nagyköveti pozíció, amikor egy cég nagyon tudatosan, nagyon hosszú távon, igen, és nagyon előre tervezetten olyan reklámokat, olyan anyagokat rak, igen, össze azzal az ismert emberrel, amivel baromira értéket, igen, szeretne közvetíteni. És ezt mindezt teszi hosszú távon, és nagyon hitelesen azzal a, igen, személlyel. Igen. Igen, mert hogy ezt nem értem, hogy így a mostani influencereknél, amit látni legtöbbször, hogy mondjuk egyik nap kiteszi azt, hogy nem tudom, melyik sportruházatban van, majd két nap múlva egy teljesen másik sportruházatban ugyanúgy feszít, hogy ez, jaj, ez ilyen jó, olyan jó. Tehát, hogy még a követőknek is egy olyan érzése van, hogy oké, de hogy két nappal ezelőtt amúgy másik termékre mondtad, hogy jó, most akkor melyik a jó? Mert átmentünk megélhetési influencer vonalra is, de egyébként azt gondolná az ember, hogy, tehát, hogy nyilván ez a személyiségedből fakad és a tudatosságodból, de egyébként nyilván adott lenne a követői számod ahhoz, hogy bármit elvállalj. Tehát innentől kezdve csak ugye a személyiség fogja, igen, meg a hosszú távú célok fogják eldönteni, hogy te beállsz ugyanebben a sorba, hogy egyik nap ezt a táplálék kiegészítőt és a rákövetkezendő héten a másikat reklámozott, csak nyilván neked ehhez nem fűzne, tehát nem tudnád a lelkeddel, meg a mentalitásoddal ezt összepasszintani, az már egy másik történet. Na de mi a helyzet a vállalkozásokkal? Tehát, hogy oké, hogy segítő, oké, hogy mondjuk márka nagykövet, vagy használjuk az influencer szót, de a lehető legjobb értelmében, és ne kiforgatva, ne a mai szokásokat tekintve, vagy foglalkoztatást. És saját vállalkozásban gondolkodik-e a Lilu? Abszolút. Sok szempontból is. Viszont annyit kell rólam tudni, hogy én alapvetően ugye nem tanultam mondjuk ilyen marketing, vagy média, vagy vállalkozás, tehát hogy nincsen tudásom erre még. Van egy elképzelésem, amit a jövőben lehetséges, hogy el fogok tudni indítani. Tehát vannak ilyen terveim, hogy akár saját valamilyen brandel, valami márka, de ami tényleg önazonos, és az emberek úgy tudják jó szívvel mondjuk megvenni, megfogyasztani. Ami benne van a szíved? Amiben, igen, tehát hogy ezt még nem tudom, hogy mi, mert hogy így, aha, volt már szó, így beszéltünk a Zsomorral is kozmetikumokat, én vegán, mindenmentes, még a palackok is ilyen nagyon durván ilyen környezetbarátok, tehát hogy így már elindultam úgy egy ilyen vonal, és így viszonylag így kezdegettünk, de hogy ugyancsak, amit mondtam, hogy még egy divattervező nem kell a világba, még egy kozmetikum nem feltétlenül gondolom, hogy kéne a világba, meg ugyanúgy, mint egy ruhamárka, hanem valami olyan dolgot akarok létrehozni, amire tényleg szüksége van az embereknek, és tényleg egy olyat ad, ami egyedi, és mondjuk csak én, meg a brandem, meg a csapatom, akivel majd ezt megcsináljuk, azok tudják képviselni. Tehát akkor látod magad így üzletasszonyként igazából, tehát ezt a vonalat is el tudod képzelni. Akár, hogy... Akár egyébként, igen. Még nem, mert még nem, így nem tudom, tehát nincs okom, csak így érzésem van, hogy még nem, de a közeljövőben akár igen. Tehát, hogy maga
tény, meg a tevékenység az érdekel. Nem tudok sok mindent biztosan állítani ebben az életemben, de azt, hogy egy vállalkozáshoz kezdetben, tehát nyilván ameddig megszületik az a gyermek, az a vállalkozó, az a baba igazából, addig a szív elég. Tehát ugye az elején nagyon sok vállalkozóval ugye beszélgetek, és hány olyan történetet hallottam, hogy nem értett ugye a szakmához, igen, nem tanultad, de vitte a szíve is, amit te is mondasz, hogy sokkal fontosabb az a dolog, amivel a szíved visz, mint az, hogy milyen végzettséged van, igen, hozzá. Tehát, hogy ebben ugye mindig egyet értettünk így az első percből kezdve, hogy a szív az nagyon kell bele, mert az az eszenciája mindennek. És én ebben mindig hittem, és az én vállalkozóim, vagy akiket felkérek, vagy beszélgetek, vagy akár az ügyfelek, ez a nem is passzol a szakmájához. De tényleg olyan messze van egymástól, hogy úristen, de hogy ő ebbe beleszerelmesedett, és ő azóta ezzel foglalkozik, és hopp lett belőle egy vállalkozás, egy cég, és azóta mondjuk 10 éve ebbe dolgozik. Tehát hány ilyen történettel találkoztam, és innentől kezdve el tudom képzelni, hogy lehet 5 év múlva beszélgetünk, és mert éppen az irodádban ülünk, és ilyen nagy márkajelzések, és a többi, és mondjuk kint vannak a polcon a saját termékeit, tehát el tudom ezt képzelni. Jól hangzik. Nekem még egy kérdésem lenne ugye itt a jövőt illetően, mert most azért ezt kiveséztük, hogy rengeteg terved van, és rengeteg célod. Ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogyha egy kis dobozba, egy papírlapra te felírhatnál valamit, csak most ezt nem a vállalkozóknak adnánk, hanem az olyan segítőknek és az olyan hősöknek, mert én ezt írtam neked, hogy valójában egy hős vagy, tehát hogy egy olyan életúttal, és egy olyan, nevezzük hátránynak, most ez egy jól a szó legszorosabb értelmében, tehát nem az volt, hogy te elindultál az életben, és akkor hopp, megdolgoztam magamért, a karrieremért, és ment az életem, mint mondjuk egy átlag embernek, vagy akár mondjuk mondhatom azt nekem, hogy egyenes volt az út, hogy felnőttem, dolgoztam, stb., hanem egy óriási hátránnyal indultál, hogy egy bántalmazott szerepkörből is, te azt mondtad, hogy ezzel ezt feldolgozod, ezt a terhet, ezt nem akarod életed végig cipelni. Szóval én ezért mondtam a hőst, és ezért használtam a hős szót, hogyha te arra a lapra írnál valamit, és át lehetne adni az embereknek, vagy akár csak egynek, te mit írnál arra a lapra? Hát egy mondatban azt tudnám írni, hogy merj önazonos lenni és őszinte. És az őszintesség az önmagadra is vonatkozik, meg a külvilágra is. Ezt tudnám. Önazonosság és őszintesség. Nem lesz mindig egyszerű. Nem. Biztos vagyok. Dehogy is nem. Nem. Hát az önazonos embereknek komoly út vezet oda, mert az önismeret az nem egyszerű. És szerintem szerencsés az, aki mondjuk 90 évesen azt tudja mondani, aki tényleg mondjuk egész életében dolgozott magán, hogy jó, van, viszonylag ismerem magamat. Szerinted későn jöhet el, hogy így az ember ilyen... Ez egy véget nem érő folyamat. Tehát, hogy folyamatosan az önismeret az igazából attól függ, hogy ugye milyen helyzetben hogyan reagálsz. És azért az életben annyi helyzet adódhat, és nem mindent tudsz ugye megélni. Én egy picit felgyorsítottam, igen, tehát hogy az elmúlt 25 évenben igen, csak sok mindent lefettem, mint megélés, és hogy tudom, hogy hogyan reagálok. De hogy az önismeret az egy tök jó dolog, és ennek nincs vége. Az egy folyamat, egészen a halálunk pillanatáig. És szerinted, most bocsánat, csak így adódott a témából, hogy ha te ennyire szorosan együtt élsz az önismerettel, és ennyire, számodra ugye ez nagyon fontos, hiszen ebben éled a mindennapjaidat, hogy felülvizsgálod magad, tehát hogy ez az ilyen típusú ember a hasonlókat vonza? Tehát, hogy mondjuk neked a szeretteid, a környezetedben lévők is ennyire tudatosan... Igen. Aha, tehát hasonlóval. Igen, ezt csak annyiból tudom mondani, mert azért én így a barátaimmal is úgy kommunikálok, hogy ha valami mondjuk nem tetszik, vagy valami mondjuk probléma, akkor én azt lekommunikálom, és azért ez kevés ember viseli el, és én is úgy válogatom meg az ismerőseimet, a barátaimat, akikkel együtt gondolkozunk, hogy igenis elvárom, hogyha valami nem tetszik, akkor őszintén beszéljünk róla.
és ehhez ugye kell az önismeret, hogy felvállalt, hogy kommunikálj. Úgyhogy igen, ilyen szempontból így lemennek, akik erre így nem alkalmasak. Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt az őszintességet, ezt a nyitottságot, és hogy a jövődről tudtunk úgy beszélni, meg a célokról, álmokról, amiket megfogalmaztál, és én kívánom, hogy az összes területen tudj pipálni, és elégedettséggel tudj tovább haladni, és nagyon sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen!